Valamivel több mint egy hónapra állnak le a bíróságok a tárgyalásokkal július 15-től az egész országban, így Tolna megyében is. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta tartanak nyári ítélkezési szüneteket a bíróságok. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják, ügyfélsegítő napokat ebben az időszakban csak a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. Az úgynevezett panasznap vagy ügyfélsegítő nap is működik, de oly módon, hogy a megye bíróságain nincsen panasznap, azt kizárólag a szekszárdi járásbíróság látja el a törvénykezési szünet ideje alatt. Szerdai napokon lehet előzetesen időpontot egyeztetni, vagy a panasznapon megjelenve, a sort kivárva jegyzőkönyvbe diktálni a kereseteket, illetve a problémákat. Tárgyalásokat ugyanebben a néhány hétben nem tartanak, ám a folyamatban levő ügyek intézése nem áll le. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, azonban a halaszthatatlan ügyek intézése ügyeleti rendben működik továbbra is, kivéve ez alól a cégbíróságot, ahol folyamatos az ügyfélfogadás és az ügyintézés. 9-től 11 óráig a cégbíróság minden nap nyitva van és ügyfélfogadási időt tart. A nyári ítélkezési szünet idén augusztus 20-áig tart, de mivel az államalapítás ünnepe idén csütörtökre esik, ezért tárgyalásokat csak 24-én, hétfőn tartanak majd először.